Sziasztok! A mai az egy kedvences videó lesz, vagyis megmutatom nektek, hogy mik azok a kozmetikumok, amiket a leginkább szeretek használni mostanában. És baromi izgatott vagyok, mert nagyon régen volt már ilyen kedvences videó, és én nagyon szeretem ezeket a videókat. Remélem, hogy örültök neki, nem is húzom tovább a szót, hanem vágjunk bele! Az elmúlt hetekben, hónapokban sikerült néhány igazán szuper arcápolóba belefutnom, úgyhogy ezekről mindenféleképpen szeretnék beszélni nektek. Az első az a The Body Shop kínai ginzeng és rizs tisztító tonik, ami már majdnem elfogyott, de biztos, hogy fogok belőle ismét venni, mert nagyon szeretem reggel ezzel áttörölni az arcomat, ugyanis nagyon jól tisztít, illetve ilyen frissítő, élénkítő, energizáló illata van, amitől mindig azonnal felébredek. És még mielőtt elfelejteném, van most egy kuponkódom a The Body Shophoz, ez a Sandra20, amivel 20% kedvezménnyel tudtok vásárolni június végéig. Ez a kód érvényes a webshopban is, illetve a boltokban is, egyszerűen csak be kell mondani, amikor fizettek a kasszánál. Mindenre be lehet váltani, kivéve az akciós termékeket, úgyhogy ha van valami, amit szeretnétek kipróbálni, vagy esetleg elfogyott egy kedvenc The Body Shop terméketek, akkor érdemes a Sandra20 kódot használni, mert szerintem 20% kedvezmény az mindig jól jön. Folytassuk szintén egy The Body Shop termékkel, ez az E-vitaminos éjszakai arcápolókrém, ez egy olyan klasszik hidratáló krém, nagyon jól ápol, nagyon jól hidratál, ugye E-vitamin van benne, ami szuperül táplálja a bőrt. Az elmúlt időszakban azt csináltam, hogy hidratáló krémből inkább valami egyszerűbbet választottam, de előtte mindig használok szérumot, a szérum az, ami mindenféle extrával ellátja a bőrömet, és utána viszont egy ilyen úgymond egyszerű hidratáló krémet használok, ettől ez még egy nagyon jó hidratáló krém. Ha már szérumról esett szó, itt van az a szérum, amit elég sokat használtam az elmúlt hónapokban. Ez az Estée Lauder Advanced Night Repair Serum, eléggé drága kozmetikum, de minden cseppje kincset ér, viszont pont emiatt, hogy eléggé drága, nem használom minden egyes nap. Ezt egyébként tesztelésre kaptam, de komolyan elgondolkodtam, hogy ha lesz rá valamilyen kedvezmény, akkor fogok venni belőle egy újat, hogyha ez elfogy, mert egyszerűen csodát művel a bőrömmel, tehát reggel olyan a bőröm, mintha így álmomban így újjászülettem volna. Úgyhogy megújulna a bőröm reggelre, amikor ezt használom lefekvés előtt, szóval tényleg valami kisebb csodát tesz az arcommal. Szoktam egyébként nappalra is használni, általában akkor, hogyha mennem kell egy olyan helyre, ahol fontos, hogy jól nézzek ki, olyankor ezt szoktam használni a nappali hidratáló krémem előtt, és tényleg nagyon szeretem. Kevés kell belőle, de ahogy mondtam, nem használom minden egyes nap, azért próbálok spórolni vele, de tényleg nagyon szuper, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. Van itt még két Clinique termék is, az egyik az az All About Eyes szemkörnyék ápoló, ez egy ilyen kis utazókiszerelés, ami talán a Clinique adventi naptárban volt benne. Nagyon szeretem ezt nappalra használni, ugyanis nagyon könnyű, ilyen géles, krémes állaga van, nagyon hamar beszívódik, és nagyon jól frissíti a szemkörnyéket, illetve segít lehúzni a duzzanatot meg a táskákat. A másik pedig a Clinique Moisture Surge 72 órás hidratáló, krém, amit nappalra szoktam használni, mert ennek is nagyon könnyű állaga van, nagyon szuperül hidratál, nem zsírosítja a bőrömet, nagyon hamar felszívódik, úgyhogy gyakorlatilag azonnal lehet sminkelni rá. Ennyi. Nagyon szeretem. És még egy arcápoló, ez a L'Oreal Smooth Sugar tápláló arcra dír, ez a kakaóvajas verzió. Én mindhármat kipróbáltam, de nekem ez jött be a legjobban. Ugye ezt nem csak arcradírozásra lehet használni, hanem az ajkakat is át lehet vele radírozni. Azt szeretem benne, hogy tényleg nagyon tápláló textúrája van, pont jó a szemcsék mérete és durvasága, tényleg nagyon szépen átradírozzák a bőrömet, de nincs az a húzódó, feszítő érzés után, és egyébként isteni finom illata van, úgyhogy ez nálam abszolút teli találat. Még mielőtt átérnénk a sminkekre, jöjjön egy parfüm, ez a Guerlain Aqua Allegoria Peregrinita parfüm, amiről írtam már a blogon néhány másik illat kíséretében, hogyha esetleg kerestek új parfümöt, akkor érdemes elolvasni ezt a blogbejegyzést, beteszem majd a videóba a linkjét. És azért szeretem ezt az illatot, mert egy olyan igazi, vidám, frissítő, energikus nyári illat, grapefruitos, illetve gyümölcsös, virágos illat, hát olyan igazi nőc is illat, én legalábbis imádom az ilyen illatokat, hogyha ti is, akkor érdemes megszagolni. Nem mehetek el szó nélkül az üvege mellett sem, nagyon tetszik ez a kis
méhkaptár motívum, illetve itt a kupakon van egyébként egy méhecske is, bár nem valószínű, hogy ezt látni fogjátok, de szerintem gyönyörűen mutat a polcon. Jöjjenek a sminkek, ebből most csak négyet hoztam, de ezeket tényleg nagyon-nagyon szeretem. Az egyik az a L'Oréal La Vie en Glow Highlighter paletta, abból is a 02-es Cool Glow árnyalat. Ezt én magam vásároltam, ha jól emlékszem, akkor a Joy napokon. Ebben ugye négy különböző árnyalat található. Hát én leggyakrabban ezt a hármat így össze szoktam mixelni, és így használom őket. Egyébként most is ez van itt az arcomon. Egyszerűen gyönyörű fényt ad ez a highlighter paletta, szóval csodálatos. Nincsenek benne nagy csillámok, hanem láthatjátok, tökéletes, imádom. A következő az szintén egy L'Oréal termék, és ezt pedig még a Glamour napokon vásároltam, amikor volt rá kupon, és nagyon-nagyon megküzdöttem ezért az alapozóért, ugyanis ebből az árnyalatból már csak 2 darab volt, a másikat azt valaki jóindulatúan már felbontotta és használta, tehát így látszott a kupakon keresztül, hogy használva volt. Ez viszont be volt ragadva a polcra, úgyhogy szóltam az eladónak, hogy legyen olyan jó, és valahogy halássza már ki nekem, mert muszáj vagyok megvenni ezt az alapozót 50%-os kedvezménnyel. Azt még nem mondtam, hogy ez a L'Oréal Infallible Stick alapozó, tehát ez egy ilyen stiftes alapozó, és ennek az a sztoria, hogy a L'Oréal korábban elküldte nekem ezt az alapozót, de egy sötétebb árnyalatot, viszont annyira hajtott a kíváncsiság, hogy kipróbáltam, és nagyon tetszett maga a fedése, meg az állaga, meg ahogy viselkedik a bőrön, de az árnyalat az abszolút nem passzolt az én bőrömhöz. Viszont ez a 120-as Rose Vanilla, ez egyszerűen tökéletes, és annyira könnyű használni, mert csak így felkened az arcodra, utána egy ecsettel szépen eldolgozod, és ennyi. Nagyon jó fedése van, egyáltalán nem érzem soknak, vagy masszerűnek, úgyhogy nekem nagyon bejött ez az alapozó. És a végére pedig 2 darab Avon termék maradt. Az egyik az az Avon True Ultra Volume szempillaspirál, amiről írtam nektek a blogon, és amikor azt a bejegyzést megírtam, akkor még annyira nem voltam elájulva ettől a szempillaspiráltól, mármint hogy bejött, de úgy nem éreztem azt, hogy mennyire brutál jó szempillaspirál. Viszont úgy tűnik, hogy ennek a szempillaspirálnak is jót tett az, hogy egy picit állt a fiókban, ugyanis néhány nappal ezelőtt újra elővettem, és most már egyszerűen imádom. Most is ez van egyébként a szempilláimon, és az egy dolog, hogy gyönyörű szempillákat csinál, de ez egy vízálló szempillaspirál, így egész nap gyönyörűen tart a szempilláimon, nem maszatolódik, nem pereg. Egyébként ennek ilyen hagyományos szörkeféje van, és nagyon szépen szétteríti a szempillákat, egyáltalán nem tapasztja őket össze. Úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve ezzel a szempillaspirállal, és örülök, hogy újra elővettem, és nem hagytam a fiókban beszáradni, mert hát főleg így nyáron, amikor ugye azért az ember izzad, akkor sokkal könnyebben elmaszatolódnak a szempillaspirálok, ez viszont bomba biztosan tart. Az utolsó termék, amiről szeretnék beszélni, az az Avon Marc Magix Schmink Fixáló Spray, amire úgy bukkantam rá, hogy néhány héttel ezelőtt megcsináltam ezt a Krémmánia legjobb sminkjei videót. Ezt remélem, hogy láttátok már, mert szerintem nagyon jó kis videó lett, és a visszajelzéseitek alapján nektek is nagyon tetszett. Akkor ugye azokat a sminkeket próbáltam ki, amik a legtöbb értékelést kapták a Krémmánián, és hát ebből az apropóból kifolyólag próbáltam ki ezt az Avon Marc Magix sminkfixálót. Egyébként korábban már többen is írták nekem, hogy ez egy nagyon jó kis sminkfixáló, és próbáljam ki, de valahogy soha nem jutottam el odáig, hogy valóban ki is próbáljam. De azóta mindig ezt használom, mert egyszerűen tényleg szuper ez a sminkfixáló, tényleg fixálja a sminkemet. Picit egyébként olyan érzés, mintha hajlapot fújnék magamra, mert hogyha mondjuk rövidújú van rajtam, és ezt ugye magamra fújom, és mondjuk kerül belőle a karomra is, akkor utána érzem, hogy kicsit úgy tapadott a karom. Szóval, hogy ez tényleg rögzíti a sminket egész nap, úgyhogy ha készültök valamilyen eseményre, ahol mondjuk fontos, hogy hosszú ideig tartson a sminketek, akkor érdemes ezt kipróbálni, mert tényleg nagyon jó. Konkrétan már elköszöntem és állítottam a kamerát, amikor eszembe jutott, hogy nem beszéltem erről, pedig ez a legeslegnagyobb kedvencem és a legnagyobb felfedezésem az elmúlt hetekben. Ez a Bourjois Instant Dry körömlakszárító csepp, amit egyszerűen imádok, és most már nem is tudnék élni nélküle, és nem is akarok.
Ezt is talán Joy napokon vettem, amikor volt rá 50%-os kupon, mert hogy amúgy 2500 forintba kerül, ami azért annyira nem olcsó, viszont rájöttem, hogy ez baromi sokáig elég lesz, szóval 2500 forintot is simán megér, de hát nyilván azért 50%-os kedvezménnyel mégiscsak jobb megvenni. Ennek ugye az a lényege, hogy amikor felkented a körömlakkodat, akkor minden egyes körmödre cseppentesz belőle egy cseppet, ahogy rácseppented a körmödre, így szétterül az egész körmödön, és gyakorlatilag néhány perc alatt tényleg kopogósra szárítja a körömlakkodat. De úgy, hogy utána én elmegyek aludni, ráfekszek a körmömre, és nem lesz reggelre páranyúlatos. Úgyhogy ez szerintem az anyukák álma, mármint akik így otthon körömlakkoznak, meg bárkinek, aki mindig siet és mindig rohan. Legalább háromszor használtam már, és nézzétek meg, hogy még mindig alig hiányzik belőle, úgyhogy ez baromi sokáig elég lesz. Zseniális, de tényleg annyira jó ez, hogy úristen, nem hiszem, hogy majdnem elfelejtettem beszélni róla. És ezzel el is fogytak az aktuális kedvenceim. Most nem hoztam olyan túl sok mindent, de ezek tényleg olyan dolgok, amiket nagyon-nagyon szeretek használni mostanában. Hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg kommentben, hogy nektek mik az aktuális kedvenceitek, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Ja, és kövessetek Instagramon, meg Facebookon is. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!